Ez még a két óra közötti szünet ideje a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban. A végzősök azonban már javában készülnek a megmérettetésre. Ettől az évtől kezdve a jeles érettségi 50 ezer forintot ér Kazincz Barcikám. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó motiváció a diákoknak, amellett, hogy az egyetemi felvételiükbe ez pozitívan fog számítani, hogy jól sikerül az érettségi, amellett még egy kis anyagi támogatás is, hogy meg tudják kezdeni az egyetemi éveket. Januártól több új tanulást ösztönző támogatást vezetett be Kazincbarcika város önkormányzata. Érdemes a fiataloknak nagyon jól tanulni, mert minél jobb az átlaguk, tanulmányi átlaguk, annál több pénzt tudnak gyakorlatilag igényelni, és ami a legfontosabb, hogy az érettségére is, hogyha nagyon jól odafigyelnek és sikeres, végig ötös, akkor 50 ezer forintot tudnak kérni tőlünk. Mostantól a helyi pedagógusok által szervezett nyári balatoni táborozást is támogatja a város. Kifejezetten az volt a kérésünk, hogy balatoni táborozás legyen, olyan kazincbarcikai pedagógusok szervezzék ezeket a lehetőségeket, ezeket a táborokat, amelyek kazincbarcikai oktatási intézményekben tanuló kazincbarcikai gyermekek, akik akár általános iskolások, akár középiskolások. Ennek a lehetőség az, hogy magának a táborozásnak a finanszírozásának a felét az önkormányzat állja, maximum 50 ezer forintban, ami, ami azt gondolom, hogy egy olyan kötetlen egy hét eltöltését jelenti a, a, magyar tengernél, ami, ami azt gondolom, hogy ezben a korban maradandó élmény tud lenni. A támogatások részleteiről a colorline.hu oldalon olvashatnak bővebben.